Nem tett vallomást, a Terész körúti robbantás gyanúsítottja, az ügyészek szerint újra robbantott volna. A kormány a cégek járulékát csökkenteni jelentette be Varga Mihály. Egy számjegyű SZIA viszont nem lesz írja figyelő. Az Európai Bizottság alelnöke aggódik a Népszabadság bezárása miatt, Budapesten percek alatt elkapkodták a fedél nélkül. És nincs à la carte szolidaritás, jelentette ki az Európai Tanács ülésének első napját követően Donald Tusk. Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket! Nincs à la carte szolidaritás, nem lehet majd tetszőlegesen válogatni szolidaritás és szolidaritás között a menekült kérdésben, jelentette ki az Európai Tanács ülésének első napját követően Donald Tusk, jelentette a Bruxinfo. A magyar miniszterelnök a migrációs témáról tartott vitán tett felszólásában elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság májusi javaslatát, aminek a vészhelyzetekre vonatkozó automatikus és kötelező menekültelosztás, Orbán szavaival kényszerbetelepítés is a része. A kormányfő meglehetősen hosszasan érvelt az úgynevezett rugalmas szolidaritás koncepciója mellett, ami szerinte kiutat mutathat a jelenlegi patthelyzetből. A robbantóról a legtöbbet az árulja el, hogy nem tett vallomást, nem mond semmit, nem hangoztatta az ártatlanságát, csak panaszt tett a letartóztatása ellen. Erre a következtetésre jutottak szinte egybehangzóan a szakértők a Terész körúti robbantó elfogása után nyilvánosságra került információkat értékelve. Az ügyészség szerint újra robbantott volna az a férfi, akit a körúti merénylet elkövetésével gyanúsítanak. Az elfogás részleteiről tartott sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a szerdán délután Keszthelyen őrizetbe vett férfi magyar állampolgár és korábban nem volt büntetve. Az elfogás pillanatai Keszthelyen egy sétány félreeső részén csapott le a TEK a Terész körúti robbantás feltételezett elkövetőjére. A terror elhárítók videóján az elfogás és a Budapestre szállítás egyes mozzanatai láthatóak. Egy pár kocka erejéig egyébként még maga a TEK főigazgatója is feltűnik, amint az akcióban közreműködik. 26 napig keresték a robbantás elkövetőjét, aki több átöltözéssel, járásmódja megváltoztatásával igyekezett megtéveszteni a nyomozókat. Hogy mi buktatta le, arról a jelenleg is tartó nyomozás miatt nem beszéltek az ügyészek, így azt sem tudni, igaz-e, hogy egy közúti ellenőrzés során az édesanyjától nyert DNS mintával tudták azonosítani. A feltételezett tettesről a főügyész keveset árult el. Magyar állampolgár az illető, nincs tudomásunk arról, hogy bármilyen más államnak a állampolgárságával rendelkezne. És egy másik lényeges körülmény, hogy ez idáig nem szerepelt a bűnügyi nyilvántartásokban. Keresztes Imre hozzátette, a férfi nem budapesti lakos. A főügyész kijelentette, a bizonyítékok szerint a robbantó újra lecsaphatott volna. Tartottunk attól valamennyien, hogy netán újabb ilyen cselekmény is történhet. De a nyomozás adatai annyiban ezt igazolták, hogy ez a félelmünk nem volt alaptalan. A TEK főigazgatója elmondta, a terror elhárítók tegnap több helyszínen is lecsaptak, ugyanakkor nem minden akció a robbantó elfogásáról szólt. Hajdú János hozzátette, szerda délelőtt személyesen az országos rendőrfőkapitány tájékoztatta arról, hogy megvan a robbantás feltételezett tettese. Olyan információkat adott át a TEK-nek, amelyek lehetővé tették a célszemélynek az elfogását a délutáni órákban, különböző órákig tartó logisztikai egy célpont bemérési műveletek után 16 óra 9-kor Keszthelyen tudtuk elfogni a feltételezett elkövetőt. Az ügyészség szerint a férfi egyedül robbantott, és eddig nem tett vallomást. Pap Károly országos rendőrfőkapitány szerint a robbantás sérültjei egyre jobban vannak. Az állapotuk fokozatosan javul, az utókezelések teljes körűen biztosítottak a számukra, és remélem, hogy néhány hónap múlva vissza tudnak állni a rendőri szolgálatba. A férfi panasszal élt az elfogás ellen, az ügyészség a feltételezett robbantó előzetes letartóztatását kezdeményezi. Meglepte a Hévízhez közeli Karmacs lakóit a TEK akciója. A Kiszalai faluba ugyanis óriási erőkkel vonultak fel a rendőrök és a TEK munkatársai. A falu egyik házát kutatták át, ahol alkalmanként a körúti robbantó lakott, ha hazalátogatott Budapestről. Sok mindent sem róla, sem a családról nem sikerült megtudnunk, mert ahogy a helyiek mondták, zárkózottan mindenkitől távol éltek.
A gyanúsított apja a pesti srácoknak azt mondta, hogy nem tudja elképzelni a fiáról azt, amivel gyanúsítják. Ezen a YouTube-ra feltöltött videó látszik, hogy mekkora erőkkel vonultak a rendőrök és a tekesek a Karmacsi utcákon. Mindenkit meglepett a látvány, mert nem tudták, hogy mire ez a nagy felhajtás a csendes településen. Kint voltunk az udvaron, és az utcánkba jött a sok kocsi. És a férjem mondta, hogy ha mi történhetett, hogy rendőrségi kocsik jönnek. Ehhez a házhoz jöttek a rendőrök, komandósok. Házkutatás történt egy Karmacsi ingatlannál, elfogás nem történt. Az ingatlant átvizsgálták tűzszerészek, miután biztonságosnak nyilvánították, utána megtörtént a házkutatás. A házban élő családról, valamint a robbantással gyanúsított férfiról is csak nagyon keveset tudtak mondani a helyiek. Annak ellenére sem ismerték, hogy a férfi apját 2010-ben polgármesternek választották, de ez tiszavirág életű volt, mert alig több mint fél év után feloszlatta magát a testület. A fiáról még kevesebbet tudnak az ott élők. Találkoztam vele többször is, olyan csendben, szolidul, lehajtott fejvel, olyan érdekes gondolkodás lehetett szerintem, mert mint a nem nézni az embereknek a szemébe. Miközben a házban tartott a házkutatás, a keszthelyi kikötő közelében egy sétányon az elfogott férfi autóját is átkutatták. Közben a férfi egy mikrobuszban várta, hogy mi történik. Este 8 óra után indult el vele a konvoj Budapestre. Nehéz elhinni, hogy ez valóban így történt, és hogy valóban ez a fiatalember az elkövető. Annak ellenére, mint mondtam, hogy nem nagyon ismerjük a családot, és nincs igazán napi kapcsolata senkinek velük. A faluban volt, aki arról mesélt, hogy amikor 7-8 éve a család a faluba költözött, akkor hirtelen megszaporodtak a tüzek a környéken. A férfit sokáig nem látták, de az utóbbi egy hónapban szerintük gyakran bukkant fel a településen a piros autójával. Pontosan tudhatták a terror elhárítók, hogy éppen hol tartózkodott a robbantás gyanúsítottja, mert a rajtaütés előtti 12-24 órában már valószínűleg folyamatosan figyelték, mondta a Tarjányi Péter az Egyenes beszédben. A rendőrségi szakértő szerint most azon dolgoznak a rendőrségen, hogy minél előbb vallomást tegyen a férfi. Tarjányi Péter nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy valóban egy DNS minta segítségével azonosították be a robbantót. A detonáció ellenére ugyanis maradhatott vissza olyan minta, amit fel tudtak használni a nyomozásban. Hiába van akár kesztyű, követtek el olyan hibát, nagyon-nagyon profi szakemberek, hogy egy tűzszentés után például a fegyveren maradt olyan hozzájuk köthető valami. Tud maradni egy helyszínen olyan minta, amit meg lehet találni. Nyilván most találgatunk, tehát lehetséges, hogy nem a kapuajban, hanem a valamilyen ruházat, amit ön megfogalmazott, tehát hogy valahol találtak valamit, hát de a zsákon is. Egyszer láttuk őt egy kaput, és pulcsiban. Én a legnagyobb esélyt egyébként a hátizsákra adom. Uh-huh. Kormányzati járulék csökkentési program indul jövőre, erről ír a Figyelő. Hogy ez pontosan milyen mértékű lesz, azt egyelőre nem tudni. A Hetilap úgy értesült, hogy a járulék csökkentést nem nyelhetik le a cégek, ugyanis annak arányában kell emelniük a fizetéseket. Ugyanakkor a kormányzati források szerint az egy számjegyű eszélye elérése még nem valószínű, arra még nincs lehetőség. Varga Mihály azt mondta, most dolgozzák ki a konkrét javaslatot. 2-3 évre elhúzott járulékcsökkentés valósulna meg, de úgy, hogy az mondjuk 2 vagy a 3. év után összekapcsolódna egy olyan rendszerrel, ami a bérnövekedéshez ad többlet támogatást a járulékcsökkentésen keresztül. Tehát lesz egy alap járulékcsökkentés az elképzelésünk szerint, és ezt követi majd mondjuk 2 év után egy olyan csökkentés a járulékszínnek, amelyik már a bérnövekedést, a béremelést honorálja. A béremeléshez kötött munkaadói járulékcsökkentés rossz megoldás, mert nem csak nyakatekert és bürokrácia növelő, de kivitelezhetetlen is, így véli az LMP társelnöke. Szél Bernadett szerint, ha a kormány célja valódi béremelés lenne, akkor a munkavállalói járulékot csökkentené. Ez az, ami tényleg és automatikusan növelné a készhez kapott béreket. Az LMP azt javasolja, hogy a minimálbér legyen adómentes, az átlagbér terhe pedig 20%-kal csökkenjen. Az ellenzéki párt szerint így lehetne olyan fizetést nyújtani millióknak, amiből meg tudnak élni, és ez tudná érdemben fékezni az elvándorlást.
Késő esti híradóban Kordás László megerősítette, hogy a kormány tervezete inkább a munkaadóknak kedvez. A szakszervezeti szövetség elnöke szerint a munkavállalóknál az adózás miatt a járulékcsökkentés hatására csak a fele maradna. Kordás szerint sokkal jobb lenne a gazdaságnak is, a munkavállalóknak is, ha a versenyképesség növelését támogatná a kormány. Innovatívabb új technológiák bevezetésére kellene ösztönözni a vállalkozásokat, ami egy hatékonyság eredmény növekedéssel is járna, és ilyen értelemben ez magasabb béreket is eredményezne. Tehát ez mindenképpen az az irány lenne a gazdaságfejlesztésben, ami meghozhatna nagyobb béreket. Illetve ne felejtsük el azt is, hogy való igaz, a egykocsos adóval a minimálbér és az a környéki fizetések azért jelentősen túl lettek adóztatva. Kézzel vezérlik a közbeszerzéseket körzeteiben az országgyűlési képviselők, ezt állítja az LMP és Hatházi Ákos. A párt társelnöke a fideszes Simonka György esetét említette. Szerinte ott egyértelműen törvénytelenségek történtek. Hatházi szerint az országgyűlési képviselőhöz, valamint családjához köthető cégek legalább 10 esetben olyan cégeket bíztak meg, amelyek szintén a képviselőhöz, illetve családjához tartoznak. A megbízások értéke pedig milliós nagyságrendű. A kifogásolt ügyekben feljelentést itt tett az LMP. Azt gondoljuk, a legszebb ezek közül az, hogy kétszer a Simonka György érdekeltségébe és családja érdekeltségébe tartozó cég bízott meg Simonka György érdekeltségébe és családjához tartozó céget dinnye és paprika kóstoltatással. Mind a két alkalommal 20 millió forintot költöttek erre Európai Uniós pénzből. Havi 5 milliós jegybanki jövedelme mellett 300 ezer forintos fizetés is kap a kecskeméti duális oktatási ZRT-től Polt Péter legfőbb ügyész felesége, tudta meg az RTL Klub. Polt Palásti Marian az MNB alapítványokhoz köthető egyetem bővítéséért felelős cég felügyelőbizottsági tagjaként kapja ezt a pénzt, miközben ő a jegybank személyi ügyekért felelős ügyvezető igazgatója is. Az MNB a hvg.hu-val azt közölte, Polt Péter felesége a többi, az alapítványok gazdasági társaságaiban tisztséget betöltő és a jegybank alkalmazásában álló tisztségviselőhöz hasonlóan jótékony célra ajánlja fel a fizetését. 4 nappal a letelepedési kötvényekről szóló jogszabály hatályba lépése előtt már bejegyezték az egyik olyan céget, amelyik a kötvényekkel üzletel. A Magyar Nemzet újságírója járt utána annak is, hogy ez a cég a legtöbb pénzt hozó tevékenységét kiszervezte egy offshore vállalkozásnak. Korábban Rogán Antal erről a cégről mondta azt, hogy nem offshore, hiszen a tulajdonosai ismertek. Ez az állítás most megdőlt, és a cég alapítás dátuma arról tanúskodik, hogy a cégnél eléggé képben lehetnek a magyar törvényhozás napirendjével és későbbi döntéseivel kapcsolatban is. Aggodalomra ad okot a Népszabadság bezárása, az ellenzéki lap kiadásának felfüggesztése, és nyilvánvalóan nem pusztán gazdasági döntésről van szó, jelentette ki az Európai Bizottság első alelnöke. Franz Timmermans elmondta, a brüsszeli testület szorosan figyelemmel követi a magyarországi helyzetet. A holland politikus szerint, idézem, a magyar média helyzetével kapcsolatban komoly aggályok fogalmazódnak meg. De Orbán Viktor miniszterelnök nagyon körültekintően jár el, hogy még éppen ne sértse meg a szabályokat. Csak az MSZP nem vett részt az alaptörvény módosításáról szóló 5 pártira tervezett egyeztetésen. A Jobbik továbbra is a letelepedési kötvény eltörléséhez köti támogatását, míg az LMP nem fog szavazni. A Fidesz frakcióvezetője azonban bízik benne, hogy lesz legalább 2 ellenzéki képviselő, aki szavazatával a kormányt fogja támogatni. Kósa Lajos, a Fidesz frakció vezetője még az utolsó pillanatban is igyekezett még egyszer meggyőzni a szocialistákat, ám hiába. Az egyeztetésen így csak a Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP vett részt. Eredménytelen népszavazás után. Az MSZP már többször jelezte, hogy egy megbukott népszavazás után nem vesznek részt semmilyen alkotmány módosításban. Az egyeztetés után Kósa Lajos azt mondta, hogy nem tárgyalták a Jobbik javaslatát, amely a letelepedési kötvény eltörléséhez kötötte volna a támogatást. Furcsa helyzet lesz, mert ha a Jobbik képviselők, beleért az elnököt, el akarják kerülni azt, hogy hazárulóvá váljanak a saját mércéjük szerint, akkor kénytelenek lennének megszabadni az alaptörvénymódosítást. Vona Gábor, a Jobbik elnöke ezt Facebook oldalán utasította vissza. Mint írta, az a hazáruló, aki mindenféle betelepítést elutasít, vagy az, aki kötvények formájában pénzért árulja a hazát. Kósa Lajos azonban lát esélyt arra, hogy akár a Jobbik nélkül is megszavazzák a módosítást, amihez még 2 ellenzéki képviselő szavazatára lenne szükség.
A Jobbik továbbra is a letelepedési kötvény megszüntetéséhez köti támogatását. A frakciónk 100%-a támogatta Vona Gábort ebben a lépésében, és ezzel a felhatalmazással érkezett oda. A Jobbik frakcióból éppen ezért senki nem fog kiszavazni. Nyakó István, az MSZP sajtófőnöke szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy október 3-án a gazdasági bizottság ülésén a szocialisták napirendre akarták venni a letelepedési kötvény kérdését. A Fidesz természetesen nem támogatta, és mit gondolsz, szerkesztő úr, ki nem támogatta még? Csak nem a Jobbik. A Jobbik elfelejtett eljönni erre a bizottság ülésre. Az LMP nem alkudozik. Az LMP szavazataira sem számíthat a kormány. A voksoláson akkor sem nyomnak gombot, ha a kormány megszüntetni a letelepedési kötvényt. Automata hívja telefonon az embereket, és buzdít, hogy vegyenek részt az 56-os állami ünnepségen, ahol Orbán Viktor mond majd beszédet. Több budapestitől érkezett jelzés az ügyben, az Index azt írja, a kormányzati tájékoztatási központ szerint a hívások ügyében az 1956-os emlékbizottság az illetékes, ám a portál egyelőre nem tudta elérni a bizottságot. Közben a KDNP azt közölte, hogy a baloldal fizetett provokátorokkal az 56-os forradalom ünnepének megzavarására készül. Különleges kiállítás nyílt a budapesti brit nagykövetségen. A tárlat az 1956-os magyar forradalmat mutatja be a követség munkatársainak nézőpontjából. A kiállításon láthatóak a képviseleten dolgozók által írt és a titkosítás alól feloldott táviratok és személyes visszaemlékezések. A követség speciális helyzetben is volt, itt üzemelt ugyanis az egyetlen olyan rádióadó, amely sugározta a forradalmárok híradásait. A brit nagykövet kiemelte, a sok viszontagságot megélt épület jól szemlélteti a két ország közötti kapcsolatot, amely jelenleg erősebb, mint valaha. Ez a kiállítás és a hozzá kapcsolódó ünnepi weboldal egy kicsi, szemléletes és átfogó hozzájárulás az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos megemlékezésekhez. Undok nőnek nevezte Hillary Clinton Donald Trump. Ez a beszólás sem segített rajta, a felmérések szerint az utolsó elnök jelölti vitát is Clinton nyerte. Jól lehet, Trump nem tudott javítani népszerűségén, azt kijelentette, csak akkor fogadja el a választások eredményét, ha ő nyer. Ismét elmaradt a készfogás. Ez a beszédes gesztus jól mutatja a harmadik és egyben utolsó elnök jelölti vita hangulatát. Az estémái hasonlóak voltak a korábbiakhoz, a jelöltek azonban minden eddiginél személyeskedőbb hangot ütöttek meg. A legemlékezetesebb pillanat Trump meglepő válasza volt arra a kérdésre, hogy elfogadja-e majd a választások eredményét. Én csak azt mondom, hogy eldöntöm, ha majd eljön az ideje. Addig fenntartom a kétséget, rendben? Mondta a republikánus jelölt. Gulyás Balázs, a Millenniumi Intézet elemzője szerint ez veszélyes kijelentés volt. A tegnapi vita előtti órákban Trump lánya és alelnök jelöltje is azt mondta, hogy Trump el fogja fogadni a vereséget. Tehát a Trump tábor is veszélyesnek tartja, hogy Trump már most az elnök választás elcsalásáról beszél. Ez ugyanis otthon tarthatja a saját szavazóival. A következő téma a külpolitika volt. Trump azt mondta, Putyin nem tiszteli sem Obamát, sem Clintont. Well, that's because he'd rather have a puppet. Ez azért van, mert Putyin jobban örülne, ha egy báb lenne az amerikai elnök, mondta Clinton. No puppet, no puppet. Amire ellenfele azt bizonygatta, hogy ő nem báb. Trump később tovább is ment, és mocskos nőnek nevezte Clintont. Such a nasty woman. A legnagyobb hírportálok a demokrata jelöltet tartják a vita győztesének, ez pedig a választás eredményét is megpecsételheti. Ilyen nagy népszerűségi hátránnyal, mint neki van, még egyetlen jelölt sem nyert. A demokrata Hillary Clinton átlagosan több mint 6% ponttal vezet a felmérésekben, és hát mindössze 19 nappal hátra a választásokig. A vita után szinte felrobbant az internet. A világhírű rapper Eminem például bemutatta a legújabb Kampánybeszéd című számát, amelyben Donald Trumpot és támogatóit ostorozza. A 8 perces dalban többek között átkozottnak és zavarosnak nevezi a politikust. Közben Barack Obama megtartotta utolsó állami díszvacsoráját. Az estéjén Matteo Renzit és feleségét fogadta az elnöki pár. Obama állítólag azért választotta az olasz kormányfőt utolsó vendégének, mert rá szeretné hagyni liberális politikai örökségét. 25 gyerekkel borult árokba egy iskolabusz csütörtökön délután Borsod, Bóta és Királt között. 4 gyermek sérült meg. A sofőr ittas volt, a baleset után magára hagyta a gyerekeket, írja a polisz.hu. A rendőrség szerint egy balkanyarban a busz áttért a szemben lévő sávba, majd a bokrok közé az árokba csúszott. A buszvezető 62 éves férfi a baleset után nem nézte meg, hogy megsérültek-e a gyerekek, hanem elment a helyszínről. A rendőrök elfogták, a szondáztatás után pedig kiderült, hogy a sofőr alkoholt ivott.
Eddig a híradó, most utánk jön a világhíradó, majd a Start való Judittal, akinek vendége lesz többek között Dajcs Tamás, Karácsony Gergely és Kemény Dénes is. Én pedig jövök vissza 7 órakor friss hírekre, addig is a viszontlátásra, legyen szép a reggeljük.